Kedves barátaim, minek után a program szerint, ugye most 5 órakor lenne vége tulajdonképpen az én megemlékezésemnek, és tudom, hogy vannak, akinek ugye halaszhatatlan dolgai vannak, annak tanácsolnám, hogy minden különösebb ugye fenntartás nélkül inkább menjen el, nem fogom sajnos elrövidíteni az előadásomat, és az 30 perc lesz körülbelül. Nem egyszerű dolog ugye emlékezni valakiről, aki a barátom volt, és tulajdonképpen körülbelül annyi idős korában halt meg, mint amennyi idős én most vagyok, és ugye együtt kezdtük valamikor a pályát, egymástól távol, nem tudtuk, hogy most kezdtük, de mind a ketten 1971-ben végeztünk. És azt gondolom egyébként, hogy hát az előtt értékekről beszéltünk, hogy tulajdonképpen szégyellem ma már, hogy mindazt, amit itt az elmúlt hetekben észrevettem, azt ugye most vettem észre, miközben a Zoltán viszonylag közeli barátom volt, és azt is szégyellem, hogy rengetegen voltunk ott a temetésén, és valami miatt mindig utólag jövünk rá arra, hogy akit elvesztettünk, az valójában kicsoda volt. Én, mint viszonylag közeli barát, sem tudtam. Nyilván jól esett volna neki, hogyha ugye az életrajz egyszerű adatain túlmenően észrevettük volna életünk során, megálltunk volna néha egy-egy pillanatra, és amikor megálltunk, akkor nem csak egy-egy pohár bort ittunk volna, Bazsil mester jó barátja volt borából, hanem ugye észrevettük volna, hogy aki itt van velünk, az egy jelentős személyiség, egy nagy ember. Mert persze rengeteg mindent elért, ugye föl vannak itt sorolva az ügyek, hogy mi minden volt rektor. Rengeteg ilyen visszaemlékezésnek az a baj, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy magáról beszéljen, vagy arról, akiről megemlékezik, én inkább róla szeretnék beszélni. De ugye rengeteg párhuzam van az életünkben, tehát ő is viszonylag messziről indult, ugye Szentgotthárdról egy családból több fiúval, egy beteg édesapával, nagypapától tanult kaszálni, és megszerette, bár a nagypapa elmondta neki, hogy ezt a rendet, amit vágtál kisfiam, ezt én bottal is le tudnám vágni. De mindenre ugye úgy emlékezett, hogy emberséget, tisztességet, munkaszeretetet tanult, a föld szeretetét, a gyökerekhez való ragaszkodást tanult a nagyszüleitől, és hát elért valamit, amit ugye az egyik nagyon büszke volt, hogy a Magyar Rektori Konferencia elnökévé vezették, és én mégis ugye azt gondolom, hogy ami miatt szerettük a Gázolit, azt ugye egy közös barátunk neki, ugye fél évig volt főnöke, a Kindler Jóska, nekem szerencsére Jóska nem volt főnököm, én voltam az övé, de rengeteg mindent megbeszéltünk vele, és nem véletlen, hogy az Zoltánban az a fél év nagyon mély nyomot hagyotta. A Jóska ugye egy Daniel Goleman-nak az Érzelmi Intelligencia című könyvéből idéz ugye hosszan, és ez, amit idéz, az ugye nagyon érdekes dolog, és a Zoltánra szerintem nagyon jellemző, a Jóskára is jellemző volt, ugye kétféle elménk van, egy gondolkodó és egy érző. A racionális gondolkodás többnyire tudatos, nagyobb fegyelem, összpontosítás, elmélyedés, a latolgatás, a reflexió képessége jellemzi. De párhuzamosan létezik a megismerésnek egy másik rendszere is, indulatos, heves, időnként illogikus, ez az érzelmi elme. Az érzelem, racionalitás kettősége nagyjából megfelel a fej és a szív népi különválasztásának. Mélyebb meggyőződés jelent, ha valamit a szívünkkel is tudunk, mintha csak racionális elménkkel. Majd ugye Jóska hozzáfűzte, a teljes ember eszménye ennél fogva nem lehet a hideg, érzelemmentes vagy magát annak tetető észlény, hanem csak az értelem és az érzelem magasrendű egyensúlyát megteremtő ember.
A lélek humanisztikus kiművelésre a kitűzött cél, mondta és megkérdezte, de miért fontos egyáltalán teljes ember, és miért kell az érzelmi intelligenciát erősíteni napjaink Magyarországon? Vannak olyan idők, amikor a társadalom szövete rohamosan bomlik, mikor önzés, erőszak, rossz indulat méthegyezi az emberi együttérést. Ilyenkor az érzelmi intelligencia szolgálmazása, az érzelmek, a jellem és az erkölcsi érzék erősítése alapvető. Az érzelmek gazdagítanak, ez a lelki modell, az a lelki modell, amely mellőzi őket szegényes. Na most, ha ugye belegondolunk, hogy Zoltán vegyészmérnökként végzett, vegyipari technikumba járt, vagyis műszaki embernek készült, akinél elég gyakran inkább ugye a racionalitás ugye az, ami uralkodik. Hogyan lesz valakiből, aki mérnöknek, vegyészmérnöknek készül, egy társadalomtudós és egy érző ember, akinek indulatai, érzelmei vannak, és akinek a cselekedeteit legalább annyira a szíve vezéri, mint amennyire ugye ezek az érzelmek és indulatok, az érzelmi intelligencia. Zoltán 25 éves korában ugye azt a feladatot kapja, hogy egy ilyen mérnöki szervező tanszéken kezdjen el dolgozni, és tulajdonképpen 23 évesen kezd valami olyat csinálni, hogy a Veszprémi Egyetemen egy ilyen menedzsment oktatást próbálnak kitalálni, és nem véletlen talán, ugye, hogy ezen az üzemgazdaságtan tanszéken, ugye ez a, aki a közgázról jön, tehát a pesti közgázról jön, annak ez az üzemgazdaságtan egy picit ilyen átok szó, tehát hogy ez valami emberek, akik mindent meg akarnak mérni, mindenről mindent tudni akarnak, és a végén nem veszik észre, hogy egy erdőben vagyunk, és egy fáról akarnak mindent tudni. És az Zoltán ott kezdte, és ugye neki álltak foglalkozni a megbízhatóság elmélettel, amiről nagyon nehéz eldönteni egyébként, hogy ez már társadalomtudomány, vagy ugye ez a mérnöki tudománynak valamilyen ága. És az Zoltánék ugye egészen odaig eljutnak, hogy létrehoztak végül a Tímár Lászlóval egy módszert, amit Gáti módszernek neveztek el, és valami degradációs meghibásolás elmélettel kezdtek foglalkozni, nevezetesen, hogy mi van akkor, hogyha valami csak úgy elkezd apránként romlani, de még nem megy tönkre, még elvileg működhetne. Ez egyébként még több, mint technokrácia. Tehát azért ezt tudni kell, ugye, hogy ha valaki egy társadalomtudós, vagy egy elméleti közgazdász, akkor ez annak technokrácia, hogy kiszámítjuk mindenféle matematikai módszerekkel, amit kiszámítottunk. És a Zoltán ugye tartott egy előadást, ugye nézzük ott a társaságot, ül két akadémikus, két közgazdász akadémikus ül ott a sorokba, van, aki ismeri, van, aki nem, ugye őket, de ülnek és hallgatják a Zoltán, és a Zoltán lenyűgöző módon ugye vezeti elő, hogy hogyan lett ő ebből a technokrata mérnökből, gyakorlatilag ugye egy olyan ember, aki végül egy egyetemen gazdaságtudományi kart alapított és létrehozott valamilyen disziplinát ott, ugye Veszprémben. És ugye nyilvánvaló, hogy az Zoltán még szórakoztató is volt, mert akarta, és hát ugye elmondta, hogy kitaláltuk ezt a módszert, sejtette, hogy a jelenlévők, a közgazdászok nem valószínű érteni fogják a megbízhatóság elméletet. Mint mondtam, az inkább technokrácia, én is ezzel kezdtem, abban a folyóiratban írtam cikket, amiben ő is. Nem tudtam, de én is ott írtam, mert én is technokrata voltam. És akkor jön a szokásos viccel, hogy két ügynök Afrikában ugye körbenézés cipőt akarnak eladni, az egyik nézi, hogy senkinek nincs cipője, itt nagy a üzleti lehetőség, hogy eladjunk cipőket, a másik mondja, itt senki nem hord cipőt, itt nincs üzleti lehetőség, hogy ugye cipőket lehessen eladni. És persze érdekes, ugye, hogy ez a degradációs meghibásolási elmélet jut el ugye odáig, hogy persze igen, de ha kiszámítjuk a képletükkel, hogy mi újság a hordaszállással, akkor az Armstrongnak volt 90% esélye, hogy vissza tud jönni, de volt 10% esélye, hogy ott marad. Ugye ez a 10% elég nagy valószínűség, tehát amikor valakit fölülnek a holdra, akkor ugye elgondolkodik rajta, hogy vajon elmenjek-e, ha van 10%, hogy örökre ott fogok keringeni, ott fogok maradni. Érdemes megnézni ezt az előadást, ugye végignéztem, végighallgattam, és ugye megértettem egy kicsit, hogy honnan indult a Zoltán, és hova jutott, mire rektor lett. Ugye
mikor leköszönt a rektorságról, csináltak vele egy életműfilmet, és ebben az életműfilmben elmondja, hogy tulajdonképpen ugye mik voltak a vágyai, vagy mik lennének a vágyai most, hogy leköszön. Ugye, egy csomó dolgot csinált, most leköszön, mik a vágyai? És azt mondja, hogy hát mi az első helyen, mit mond? Azt szeretné, hogy a Pannon Egyetem az egyetemek rangsorában följönne az ötödik helyre. Ugye? Tehát nem arról gondolkodik, hogy nehogy valaki meghaladja azt, amit én csináltam, hanem hát haladjátok már meg. Ugye én eddig dolgoztam, elértem valamit, de nem azt, amit szerettem volna. És hát valóban elérte, legalábbis a műszaki egyetemek rangsorában a gépész képzésük a hatodik helyre följött, tehát majdnem elérték azt, amit a Zoltán akart. Mondta, hogy legyenek sikeresek a lányai, Bernadett és Katalin, ugye? És érdekes volna, azt mondta, hogy végre a család kapjon elégtételt azért, hogy elviseltek engem, amikor ilyen elfoglalt voltam, és nem foglalkoztam velük, úgy, mint egy apának, nagyapának kellett volna velük foglalkozni. És hát sajnos egyébként valószínűleg ez az, amit nem igazán tudott teljesíteni, mert túl fiatalon meghalt. De mint látjuk, ugye boldogan játszik az unokával, ott van a mama, meg a feleség. Tehát tulajdonképpen fölszabadult egy kicsit, hogy most már nem vagyok rektor. Nem annyira egyszerű volt ez az átmenet, mert még lehetett volna. De nem azon kesergett, hogy nem vagyok rektor, hanem azon, hogy ugye hogyan tovább. És akkor felsorolta, hogy mi sikerült, mi nem sikerült. És érdekes volt, ugye, az egyik dolga, ha ezt mondja, hogy a legkedvesebb emlékei a diplomaosztóhoz fűződnek, mert a diplomaosztón ugye kivonul a taláros társaság, és utána mindenkinek vissza kell mennie a tanásterembe, és az Zoltán nem tudott visszamenni, vagy 25 percig, mert mindenki kezet akart vele fogni, és mindenki mondott neki valami kedveset. És ugye ez volt az a visszajelzés, amit, mint mondtam, ugye nagyjából valószínűleg mindenki hiányol életében. Neki egyébként a szülők, meg a diákok, akik végeztek, voltak valamiféle ugye, jelzés arról, hogy hát amit csinálsz, az jó. Tudni kell egyébként, hogy a Zoltán kifejezetten szigorú tanár volt, és gyakorlatilag ugye ez a szigorúság kezdettől fogva jellemezte. Érdekes egyébként, hogy a diákok, nem tudjuk, de a diákok gyakorlatilag szeretik a szigorú tanárokat. És aztán mit csinálná a jövőben? Nem tudtam még, mit fog csinálni, ugye? Tehát lejárt a mandátumot, csinálták vele a filmet. És mikről beszélt? Hát, hogy kapálni szeretnék a vörösbenyi szőlőbe, én is szeretek kapálni. A saját szőlőmben nem vörösbenyi van. Meg tudom őt érteni, ugye megtanult kapálni, most végre meg akarja kapálni a szőlőt végre, mert még rektor volt, nem volt rá ideje. Nem ő csinálta, és nagyon érdekes egyébként, hogy persze nagyon szeretett focizni, és öreg fiúként is még focizgatott, de már nem érem el a labdát, mondja, ugye nem érem el a labdát, mint régen. Lehet, hogy le kell róla mondani, de az utána lévő dödörészés, erről a barátaim mondják, hogy dödörészet, de énekelni nem tudott, én is énekeltem vele. Szerencsére én rosszabbul tudtam, mint ő, de nekem nem tűnt föl, de dödöréztünk, itt is dödöréztünk vele néhányszor, van, aki emlékszik rá, hogy elkövettük ezt. És kell szépen nagyszerű dolog, hogy kitalálta a Balatoni regattát, és ez a Balatoni regattát most is megrendezték 2022-ben, jelen pillanatban ugye volt, és rendeztek egy Gál Zoltán futamot. Tehát valami olyat alkotott egyébként, ugye, ami integrálta egy kicsit ugye annak idején, mikor még összetartozott a Pannon Egyetemen Keszthely meg Veszprém, mert a Keszthely meg a Veszprémi diákok versengtek ugye a Balatoni regattán, meg az öreg fiúk, és ez a regatta máig létezik, és ezt szerette volna, hogyha megmarad. És persze mindig megemlítette a Herendi Manufaktúrát, ahol tulajdonképpen meg az egyetemen kipróbálta a stratégiai menedzsment oktatásában szerzett tapasztalatait a gyakorlatban. És erre nagyon büszke volt. Na ez. És ha nézzük, ugye, mikor nem volt rektor, mit csinált, amikor nem volt rektor. Döbbenetes, amikor végignéztem, 2007-ben mondott le, és nézzük meg, hogy a 2007-től kezdenek végezni a hallgatói. Ugye, döbbenetes. Ugye, tehát az elfoglalt rektor hallgatói elkezdik befejezni a tanulmányaikat, amikor már nem rektor, mert ráér velük foglalkozni. Ugye?
Tehát gyakorlatilag elképesztő egyébként. Be van jegyezve, ugye, hogy a tudomány területe, a kémiai tudományok, miközben egy gazdaságtudományi doktoriskolában volt témavezető, és gazdaságtudományi témákban végeztek a hallgatói, miután már nem volt rektor. Nem elment a kedve az élettől, nem nyalogatja a sebeit, mint ugye bukott miniszterek, és mit tudom én, államtitkárok szokták, meg statisztikai hivatal elnökök, hanem csinálta azt, amit a tanárnak tennie kell. És tette, amit ugye tennie kell. És persze eljött az IASZ-ba, és eljött ugye a Kraft programot vezetni, és tulajdonképpen főigazgató helyettes volt, és 2018-tól ugye a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Hivatal elnöki főtanácsadója volt, és a testület társelnöke is. Tehát tulajdonképpen megtalálta, hogy mit kell tennie annak, aki ugye olyan tapasztalatot szerzett, mint aminek egy rektor szerezhetett. És ugye nyilatkozott a Kraftról, és mit nyilatkozott, hogy az a jó, ami jó mindenkinek, ugye? Ez volt a filozófiája. Nem az a jó, ami jó nekem. A legtöbb értelmisége azt gondolja, hogy az a jó, ami neki jó. Lehet, hogy nem meri kijelenteni, hogy az a jó, ami neki jó, de csak olyat csinál, ami neki jó. Véletlenül se akar olyat csinálni, ami mindenkinek jó. A Zoltán mindig is olyat akar csinálni, ami mindenkinek jó. Látjuk a csapatot. Ha itt végignézünk az embereken, ide hozta egyébként Kőszegre a kedves kollégái tanárait Veszprémből. Ott látom Papsanyit például, aki országgyűlési képviselő volt, kiváló vegyész, könyveket írt, én is elmeköszörül, meg mindenféle műsorokat csinált. Itt ülnek, ugye, a barátai, a Zoltán, a szervező ott ül a szélén, soha nem az elnökségben, mindig a szélén ül valahol, elbújva, ugye, aki felelős a dologért, és csinálja, amit csinálnia kell. Bemutatja ugye a könyveket, a dékánját, a kollégáit, ugye a Mariant látjuk itt ezeken a Kraft konferenciákon, pedig a Kraft ötlet ugye eredetileg a Miszlivesz Feriék ötlete volt, aki életet lehelt bele, gyakorlati életet lehelt bele, az volt ugye az Oli meg a Kraft csoport, mert kipróbálták, hogy vajon működik-e. És látjuk itt ugye, hogy mindenkit bevont, és tudta, hogy létrehozott egy iskolát valahol ugye Nagykanizsán is, ugye a Pannon Egyetemeknek van egy kihelyezett része, és azokat a kollégákat én tudom, mert ezt a könyvet éppen én szerkesztettem. Tudom, hogy mondta, hogy ott van egy kollega, aki ezzel a dologgal foglalkozik. Jó lenne, hogyha őt is meghívnánk, és meghívtuk. Már nem volt rektor régen, de még mindig úgy gondolta, hogy a gyereket föl kell nevelni, és ez neki kötelessége akkor is, hogyha más fogja ugye a dicsőséget leharatni. És ott látjuk a 2016-os konferencián őt, és ugye vannak érdekes jelenségek, az egyik, hogy ugye Kőszegvárosban fölvonul, ugye ez a Pannon Egyetemi Talárokba ugye szórakoztatják a nagyérdemű közönséget, látjuk a Zolit, hogy tele szájjal nevet, embereket, ugye volt tanítványait, Pirály Zolit, aki azóta annak a hivatalnak az elnöke, Szabó Lajos, aki ezt mondjuk a jelenlők nem mindenki tudja, de az, hogy egy veszprémi volt dékán a közgázon, rektorhelyettes lesz, ez a nagyobb csodák közé tartozik, ugye kulturálisan. Nem szokott előfordulni ilyen, de ez megtörtént, ugye az ő tanítványa. És hát ugye a Gerencsér Andrást, ha jól tudom, hallottátok itt tegnap, aki rektora lett ennek az egyetemnek, és hogy ide jött, abban neki az Zoltánnak nagyon jelentős része van. És persze, ugye, én föltettem ide a két felkiáltó jelet, a tudományos közélet elismert szereplője. Most ha megnézzük egyébként a Gál Zoli, aki egy egyetem rektora volt, és megnézzük emberek, ugye ezen a tudományos világban élő emberek által elért ugye címeket, stallumokat, meg nem tudom micsodákat, akkor az tudja, hogy azért ez elég szerény elismerése valakinek, aki egy olyan kaliberű ember volt, mint amilyen a Gál Zoltán volt. Ugye, tehát tagja ennek a bizottságnak, annak a bizottságnak, amennek a bizottságnak. Nem akarom mondani, hogy mindenkinek nézze meg, ugye
sokra becsült embereknek az életrajzát, hogy miket értek el. És tulajdonképpen ugye egy első generációs értelmiségi, aki egy dologgal nem foglalkozott igazándiból, a saját maga népszerűsítésével. Én tudnék mondani néhány embert, akit mindenki ismer, meg azt hiszi, hogy marha nagy tudós, de egyébként nem az. Nyugodtan mondhatom. A Zoltán pedig egyébként létrehozott valamit, ami teljesen különleges, és alig tudtunk róla, hogy mit hozott létre. Nekem most, ugye szomorúan tapasztaltam, hogy jó hétig nézegettem a videókat, hogy meg lehetne nézni, hogy miket alkotott, és mint valamennyire hozzáértő, ugye tudom, hogy mit jelent, amit csinált, nem vettük észre. Igazándiból. És hát ugye ez az a bizonyos Kraft Index, amit ugye kiszámítottak, Veszprémbe számították ki, és gondolom néhány dologban az Zoltánnak része van, az, hogy a veszprémi lakosok ugye negyedik helyre teszik azt, hogy a Pannon Egyetemre büszkék, és csak az ötödik helyen van a Kézilabda csapat, meg a Petőfi Színház. Ebben része volt annak a rektornak, aki Gál Zoltán volt ugye Veszprémben. És amit ugye a Mariantól idézek itt egy mondatot, aki azt mondja, hogy mikor az Aranyosban lakott, már 7-kor elindult dolgozni, de 8-ra visszaért, hogy velük reggelizhessen. Ugye? Tehát gyakorlatilag valaki, aki egy egyetem rektora volt, aki öregebb volt náluk 10 évvel, meg tekintélyesebb, az visszament reggelizni. Ugye? És én is láttam ezt, tehát bementem a szobába, és mindig ott láttam őket megbeszélni az ügyeket, és itt vannak itt a csapat, és itt ugye jön a részben veszprémi, részben nem veszprémi kollégákkal. És mikor azt mondom, hogy ugye kapott egy kitüntetést a Királyi Városnapon Kőszegen. De nézzük meg, hogy ugye elég nagy tömegbe kapta a kitüntetést. A Zoltán itt áll hátul. Véletlenül 2 sor van, de őnek is sikerült a 3. sorba állni hátra. Ugye? Mert ilyen ember volt. És én ezeket most észrevettem, mert ugye ez volt a dolgom. És tulajdonképpen valahol szomorú vagyok, hogy most vettem észre, és nem hamarabb vettem észre. És most engedjétek meg, hogy ezt felolvassam, ugye. Szenvedélyek és érzelmek, a szív világa hatott át minden cselekedetedet, igazi társadalomtudós voltál, és igazi civil értelmiségi. Aki számos fontos intézményt hoztál létre, részt vettél a Pannon Egyetemi Dunántúli Intézmény hálózatának a létrehozásában, és a Pannon Városok Mozgalmának a megszervezésében. Te voltál az az ember, aki mindig ott volt a dolgok sűrűjében, amikor az ütéseket kellett felfogni, és mindig eltűnt, amikor a siker babérjait osztották. A hazai felsőoktatás egyik nagy öregjének búcsúztatásán talán nem ünneprontás Hamvasbéla sohait idéznem. A szem rendszerben lát, az egyik szem a fegyház rendszerében, a másik a vásár rendszerében, a gyermekszoba, a statisztika, a kettős könyvelés, a grafikon rendszerében. Hihetetlenül kevés a tiszta szem, amely a tenger és a csillagos ég rendszerében lát, és úgy él, mint a fák testvére. Nos, Gál Zoltán ilyen tiszta szemű ember volt, és úgy is élt, mint a fák testvére. Kimondhatjuk most itt, ki elgondolkodva nyugalmas bölcsességének titkán, hogy a hallgatók, ahogy mi is, a közelebbi vagy távolabbi, de nem távoli munkatársait, barátait szerettünk. Ám bár ezt életedben inkább elrejtettük, mert az egyetemi rohanó életben ez a visszafogottság szinte kötelező. Most azonban itt az elköszönés perceiben hangot adhatunk szeretetünknek. Büszkék vagyunk rá, hogy ismerhettünk, és a barátaid lehettünk. Köszönöm, hogy meghallgatottunk.